Chicas. Térjen észre, és ne csináljam botrány! Menjen le a pályára! Megyében rend és nyugalom van! A közhangulat kitűnő! Dolgozók megérdemlik minden szempontból, hogy legyen egy MB2-es csapatunk! Ez politikai kérdés! Figyelmeztetem! Menjen le, kérem! Nem felelek a testi épségéért! Jelenteni fogom! Micsoda? Még maga akar engem följelenteni? Hát úgy látom, hapsikám, nem mindegy nektek, hogy rúgtok-e még kettőt, vagy kaptok-e még kettőt. Mennyit ér nektek ez a meccs? Mire gondolsz? 15 roncson nélkül. Hm? És 3-2-re győztünk. Hogy? Ugye a fiúk 11-en vannak, enyém a rizikó, világos, nem? Honnan a büdös francból akasztak lent 15 ezer forint? Azt te tudod, hapsikám, hogy hol tartod a stexet a zsebedben vagy a kasszádban. Szabálytalan. Convouvoulé, monsieur, ahogy a művelt francia mondja. De akkor tanuljatok meg focizni. Au revoir, monsieur. Józsi. Éles. Értettem. Fiú, éles. We'll be right back.
Látja, mit csinált? Ezért felelni fog! Fal! Menjen itt! Utat! Utat, emberek! Vigyázz! Kedves elvtársak, elvtársnők, sportársak és sportársnők. Halljuk, halljuk a fenét. Kedves vendégei! Nagy nap ez a mai. Véget ért a bajnokság, elbúcsúztattuk Dongot. Történt a sok mindenről lehetne itt beszélni, de engedjétek meg, hogy én most csapatunk névadójáról, Dózsa Györgyről szóljak. Mert nála nem az a lényeg, hogy paraszt volt, hanem hogy forradalmárban. Jól tudjuk, az akkori reakciós erők azt mondták neki, hogy háborúzzon a külső ellenség helyett. De inkább mégis a belső ellenség ellen harcolt, vagyis amiről a nagy proletár költő álmodott, a rendszabadságát, az államvédelmet szolgált. Sok nagy csatát vívott ő is. Közös drónon megsütötték és megették. 4,5 évszázad telt el azóta, de mi nem felejtettük el. Ha élne, láthatná, hogy nem hiába halt meg. Mindebből következik, és ez szilárd meggyőződésem, hogy amikor mi a labdát rúgjuk, tulajdonképpen a forradalmi hagyományokat ápoljuk. Éljen Dózsa! Egymás közt vagyunk, mondjuk meg őszintén, évadókhoz képest elég szerény a mi csapatunk. Ennek sok oka van, ne firtassuk. Bár az is igaz, hogy a magyar történelemben egymást váltották a pozitív és negatív korszakok, a fényes győzelmek és a sötét vereségek. Így volt ez a mi csapatunk életében is. Sok nehéz csatát vívtunk, sok dicsőséget szereztünk a Dózsa névnek. Bár meg kell mondanunk azt is a tárgyilagosság kedvéért, hogy voltak döntetlenjeink, és sajnos vereségeink. Ám a Dózsa szív, a mi lila-fehér szívünk, átsegített minket a nehézségeken. Szent cél, amit kitűztünk magunk elé, hogy bennmaradjunk az MB2-ben, a mai napon igászi küzdelemben kiharcoltuk. Azt mondom, hogy Darázs Béla a mai mérkőzésen feltette pályafutására a koronát, érzem, mi csekélyek-e szavak, költő kellene ide is, bár talán minden dicséretnél ékesebben szólnak a számok. Dongó, labdarúgó pályafutás alatt nem kevesebb, mint 327 gólt lőtt. És ez átlagosan 1,36 gól mérkőzésenként. Mindez egy olyan korszakban, amikor világszerte betonvédelmek vannak. Vigyunk a mi Dongunk egészségére! Éljen! Küldjük valamennyien! Egészséget. Mikor meghallottam, hogy te kerültél a lap élére,
Bizony, úristen, megbizsergett a szívem. Emlékszel, hogy annak idején az iskolában hogy választottuk a foci csapatokat? Hm? Beleköptünk a tenyerünkbe, a másik kezünk élével rácsaptunk, amerre a nagyobb túra ment, az szerint választottunk. Jó van, látom, hogy a mi kutyán kölyke maradtál. Ez a fügyre szászló! Na, testvér, a keddi labban kéne nekem egy cikk. Nyilvánvaló, hogy ez a barom bíró és néhány huligán politikai botrány kevert, az orrukra kell koppintani. Legjobb lenne, ha te írnád meg. A bíróval mi lett? Ne félj, az előleget már megkapta. Megszagolta a klozetot az orrával, egy életre megemlegeti, és képzel, Dongo a saját ölében vitte ki a mentőhöz. Ez a fair play. Ha valami, akkor ez vezércikket érdemel, és politikailag nagy hatása lenne, az biztos. Mi ebben a politika? Ide figyelj, legalább 10 ember megsérült. Összedőlt a kapufa. Le kellett tartóztatnunk 40 személyt. Ahol 40 szemét összefognak, ott már történik valami, és ahol történik valami, az már politika. Nekem ez csalhatatlan szimatom van. Mert ma már nem úgy van, hogy csak úgy ukmukfuk, hűvösre tesszük a pacienseket. Hallottad, mit mondott a nagyfőnök Egerben? Hogy ez a rajt állítólag ártatlan volt. Téboly. Ez az. Egész éjjel nem bírtam aludni. Ez oltári blama a cégnek. Óvatosnak kell lennünk. Én már iratom velük a részletes életrajzokat. Nem akarok fejreállni. Csak ami tudti, az avanti. És miért kell ehhez életrajz? Nyilván mindegyik tagadni fog. Ki az a hülye, aki magára vállal valamit ekkora felfordulásban? A részletes életrajzból viszont kiderül, hogy ki a visszaeső, ki a büntetett előéleti, egyáltalán ki kicsoda. Mit szólsz hozzá, én is visszaeső vagyok. Lecsuktak 43-ban is, 50-ben is. Jó, de rehabilitáltak. És 43-ban én is ültem. Az a lényeg, hogy te erkölcsileg oké vagy. Ezért akarom, hogy kifejezetten te írd meg a cikket. Kiválasztom az alkalmas életrajzokat, átküldöm neked. 20 életrajzból már kanyarinthatsz egy tökös vezércikket. A útlevelet akarsz például Erdélybe. Megumbuldáljuk. Rigó elvtárs, telefon! Halló, Rigó Dezső! Jó estét, Kuruc elvtárs! Nem maradtunk. Hozd a mikrofonja. A hangulat kitűnő. Itt vannak a fiúk is. A pénzről. Pénz. A lehető legnagyobb rendben, Kuruc elvtárs. Mondja meg a fiúknak, hogy szombaton este már otthon leszek. A dohány. Főnök, a dohány. Igen, a fiúk leginkább a jutalmak felől érdeklődnek, és az előléptetések. Ez nem telefon téma. Azért megnyugtathatom őket, ugye? Nem tudok a beletelejtetni. Kuruc elvtárs. Köszönjük a csapat nevében. A fiúk egy szívküldivel akarnak önnek kedveskedni. Kuruc elvtárs! Figyelj, a következő dalos üzenetünket a modern technika jó voltából. Kuruc elvtársnak küldjük a messzi távolba. Gyertek, Józsi, nyugodt. Tudjátok, hogy én a gólok embere vagyok, nem a szavaké. Azért csak annyit mondok, hogy a mi csapatunk a főnök... Gyere ide, főnök. A mi csapatunk a főnök nélkül szarcsé. Igen, régen kiestünk volna az MB2-ből, ha a főnök elő nem varázsolja nekünk a kalóriapénzt, a kamuállásokat a disznómájjal bezárunk. Azért annyit mondok, hogy énekeljük el valamennyien a főnök nótáján. Gyertek ide, Orbos! Ne felénkedj, főnök! A fakopáncsok! A mi szívünk küldi ezt az ő szívén. 3-1! Yes, and that's what we can do.
Nem értem, hogy miért 20 életrajzot akarsz nekem átküldeni. Édesapám, még mindig itt tartasz? Itt elakadtam. Na ide, hallgass. Ismered te Samu? Nem. Samu, gyere ide! A dolog úgy kezdődött, hogy Samu lett a Csernevál igazgató. Samu haver, mi neveztük ki igazgatónak. Tiszteletben. Ne szólj közben! A Csernevál, mint ahogy a neve is mondja, a sertés tenyésztő nemzeti vállalat. Ahol a tervet teljesíteni kell. Viszont a disztótrágya büdös. Erről senki se tett, ugye bár? Erre mondanák a filozófusok, hogy akaratunktól független objektív valóság. Emiatt azonban Samunak munkaerő gondjai vannak. A melósok inkább elmennek Pestre Trógeron. Viszont a sertéshús program közellátásilag és közhangulatilag. Érted az összefüggést? Igen. Na már, Samu gyakran kisegít minket. Az a disztómája, amiről Dongó beszél. Nem potyan éppen az égbe, hát mi segítünk Samunak, hát haverok közt ez természet is. Én például megígértem, hogy 20 dolgozót szerzek neki. Ez a szám persze lehet 19 vagy 21, hát Samu nem olyan, hogy megsértődne, én viszont olyan ember vagyok, ha azt mondom 20, akkor az nem 19, nem 21, hanem 20. Úgy van. Amit a így van, Samu? Amit a főnök mond, az nekem szentírás. Világos. Csak azt nem értem, hogy ebbe a szardagasztásba miért keverted bele József Attilát. Ő a szabadság rendjéről álmodott. És nem a rend szabadság. Édesapám, nekem tök mindegy, hogy ki miről álmodik. Hol voltál ilyen sokáig? Már a mentőkhöz is telefonáltam. Ne haragudj, dolgom akadt. Ki kellett mennem a kórházba. Mi ez? Egy klozet. De hiszen a miénk működik. Ez nem működik. Írnom kell egy cikket. Ez csupa vér. Igen, egy emberi. Hogyan? A fejéből. Most halt meg a nyomorult. Néhány perce éjfél után. Ezért voltam kinn a kórházban. És miért hoztad ezt ide? Nem akartam, hogy valaki eltüntesse. Ez a bizonyíték. Nem mindegy, kinek a kezében van. De hát ki akarná eltüntetni? Nem ismered. Valamikor együtt jártunk tánciskolába. A rendőrségen dolgozik, de nem is rendőr. Hanem mi? Egy gané. Csak nem valamilyen politikai ügy. Ugyan ne gondolj mindjárt a legrosszabbra. Hát mire gondoljak? Semmire. Feküdj le és aludj. De hát mégis politikai ügy. Mondom, hogy nem! Te hazudsz nekem, Bálint. Micsoda? Akkor miért kiabálsz? Azért, mert félek. Te félsz? Félek. Igen, félek, és szétreped a fejem. De hát miért? Miért, miért? Hát nem érted, hogy ez egy embernek a vére? Úristen! Megöltél valakit? Megérted végre, hogy a mérkőzés után a bíró fejét beleverték a klozetba, és nem lehetek vak, mert ott voltam és láttam. Bocsáss meg. Úgy látszik, megbolondultam. Egy költőhöz mentem feleségül. Nem politikushoz.
Jól van, mindig ezt mondod. Többé nem mondom. Elég volt. Torkig vagyok már ezzel a rohadt politikával. Keres más bolondot. Ma már mások az esélyeink, mint 44-ben vagy 50-ben. Ma az a politika, hogy én lapszerkesztő vagyok. És ez a politika az szerint lesz rohadt vagy tisztességes. Hogy mi erre csináljuk? Értsd meg, ha szarral birkózol. Hiába győzöl, te magad is csak szaros lehetsz. Nincs igazad. Te csak ne akarj engem is megbolondítani. Itt hagylak, Bálint. És olyanra csinálod a tisztességes politikádat, amilyenre akarod. Viheted a koszos klozetodat egyenest az ágyamba. Úgy pusztítod magadat, ahogy kedved tartja. De minket hagyják ki a kalandjaidból. Engem is, a gyereket is. A mi életünkkel ne játszadozzál. Pofoszkodj a politikáddal meg a klozetoddal, de én velem ne. Öltöz, Ferkó, elmegyünk innen. Apád megint megtévolyodott. Nem azért szültelek, hogy klozetok közt érd le az életem. Most már elég! Ne akart, hogy megint megüsselek, mert megteszem. Ne fenyeges engem. Ha nem kotródsz el azonnal a mocskos klozetoddal, akkor én megyek el innét. Így döntöttem. Honnét van ez a máj? Kaptuk. A sofőr, aki hozta, csak annyit mondott, hogy egy régi haver küldi. Ferkó, menj a szobádba. Vidd a telefont is. Ugyan hagyd már. Azt mondtam, menj a szobádba. Keres valami zenét a rádióban. Mi bajod van? Amíg ez a gyilkosság nem tisztázódik, óvatosabbnak kell lennünk. Amióta világ, a tettesek mindig megpróbálják elhallgattatni a tanukat. Például? Például úgy, hogy megvesztegetik. Valaki ide küld egy kiló májat, és azt hiszi, másképpen gondolkozol majd. Igen. Hát ez bájos. Dehogy. Ez véresen komoly. Ha így áll a dolog, akkor küldjön akár minden nap. Hát ez azért nem ilyen egyszerű. Csak nem inog meg a világnézeted egy tányér májtól. Akkor egyél, ne filozofálj. Azért akárhogy nézzük, ez elvileg bizonyos fajta megalkuvás. Az legyen, öregem, a te legnagyobb megalkuvásod, hogy megeszed, amit én főztem neked. Azért nem árt, ha egy kicsit óvatosak leszünk. Na hiszen, te és az óvatosság. Felőlem nyugodt lehetsz. A lehető legóvatosabb voltam. Megírtam mindent úgy, ahogy láttam. És holnap meg is jelenik a lapban. Ezt nevezed óvatosságnak? Igen. A nyilvánosság mindig azokat védi, akiknek igazuk van. És azokat bénítja, akiknek rossz a lelki ismeretük. Ez az egyetlen esély az önvédelemre. Különben valószínűleg eltennének láb alól. De most megmakacsoltam magam. Aki mindenáron meg akarja tartani az életet, elveszti azt. Aki kész elveszíteni is, megtartja. Ez a cikkem mottója. Ez a Bibliából való? Nem, egy versből. Nem mondom. Ez egy költeményben nagyon szépen hangzik, de a prózai életben, pláne a még prózai politikában éppen fordítva van. Akkor vagy biztonságban, ha a szemed behunyod és tartod a pofád. Ugyan. A kutya is azt harapja meg, aki félt tőle. Ezért, ha nem akarod, hogy a kutya megharapjon, harap meg te! Vagy ha nem akarod, hogy a vonat elgázoljon. Rohanj szembe, te a gyors vonattal! Tegnap azért veszekedtél rám, mert a politikára hivatkoztam, ma azért veszekszel, mert a költészetre. Ugyan, nem hiába mondják, hogy amelyik nő logikus, annak hormonzavara van. Hát neked nincs hormonzavarod, az hétszentség. Ne keverd ide a hormonjaimat, légy szíves!
Én csak azt akartam neked elmagyarázni, hogy fogalmad sincs, hogy hol élsz, hiszen a költészetet összetéveszted a politikával, a politikát meg a költészettel, és csodálkozol, ha időnként börtönbe zárnak. Tudod, mire gondoltam hazafelé jövet? Nem. Azt gondoltam, ha belépek az ajtón, és netán ez a babos ruha lesz rajtad. Letépem rólad. És akkor át szeretkezek veled, mint annak idején a szalmakazalban. Megírtad, amit akartál. Igazat írtam. És most boldog vagy? Szabad vagyok. És persze boldog is, mert a babos ruha van rajtad. Te udvarolsz nekem, Bálint. Tehát hülyeséget csináltál. Megmondjam neked, mi történik, ha a cikked megjelenik. Úgy röpítenek ismét a ketrecbe. Lábad se éri a földet. A nyilvánosság pedig a cikkeddel kitörli a fenekét. És én kóvájgok majd, mint gólyaszar a levegőben. Rohangálok fűhöz fához segítségért, mint 51-ben, meg 52-ben. És a legérdekesebb az lesz mégis, hogy mindenki meg tudja indokolni, miért nem segít. A kis emberek fejgörcsre, gyomorfekére, szívinfarktusra hivatkoznak majd. A dörzsöltebbek pedig szokás szerint a túlságosan is bonyolult nemzetközi helyzetre. És még olyan se lesz, aki legalább elismeri a gyávaságát. És ezen nem is csodálkozhatunk. Mert abban, ami itt az elmúlt években történt, sáros mindenki, aki csinálta vagy nézte, azért, aki pedig elviselte azért. Az emberek nem az igazságról álmodoznak, tudod, hanem mindenek előtt a dohányról, a disznómájról. Látod, ez az a látszat, aminek nem szabad bedőlni. Nem igaz, hogy bűnrészesek vagyunk. Te sem, én sem. És sokkal többen vagyunk, mint gondolnánk. Ha ennyire biztos vagy, akkor miért vitetted ki a telefont? Mert nagyon is jól tudom, hol élek. Hát, ha te ilyen filozófiai mélységekbe, és ugyanakkor történelmi távlatokba bocsátkoztál, a babos ruhámat illetően, akkor elmondanám, mi járt a fejemben az éjjel, amikor üldögéltem ott az ágy végébe. Arra gondoltam, szülnék neked még egy gyereket. Talán ezt a babos ruhámat is. Ezért vettem fel. Kezi csókolom. Jó estét kívánok, Balla Bálintot keressük. Tessék, üljenek le. Köszönjük, sietünk, a rendőrségtől jöttünk. Kérem, öltözön fel és jöjjön velünk. Mit akarnak az uramtól? Mi semmit, asszonyom. Azt az utasítást kaptuk, hogy szállítsuk be a kapitányságra. Kitől kapták ezt az utasítást? Elnézést, de ez nem tartozik önre. Hát akkor kire? Van letartóztatási parancsuk? Szóbeli utasításunk van. Nem tartóztatjuk le, csak magunkkal visszük egy kis baráti beszélgetésre. Mondja meg a főnökének, hogy ne üzengessen. Írja le, amit akar, vagy keressen meg személyesen. Nem megyek sehová. Ismételten felszólítom, hogy haladéktalanul jöjjön velünk. Különben kénytelenek leszünk más eszközökhöz folyamodni. Próbálják meg. Ne okoskodjon, Balla. Kezicsókolom. Bálint! A kabátod. A gyere be, öcsi. Ereszed! A
Álljon meg, Balla! Álljon meg! Mióta van itt ez a klozet? Amióta oda tették. Tulajdonképpen mit keresnek? Túl sokat kérdez, nem gondolja? Jobban tennék, ha lefeküdnének aludni. Ez az átvizsgálás reggelig is eltarthat. Ne zavartassák magukat. Segíthetek valamiben? Á, mi csak böngészgetünk. A böngészgetésben nem lehet segíteni. De ha már mindenáron segíteni akar, kellene nekünk az a cikk. Milyen cikk? Amit a férje a mérkőzésről írt. Nem itthon írta, a szerkesztőségben. Ki volt a felbújtója? Hogyan? Kinek a biztatására írta? Ha tudni akarja, én szoktam biztatni. A külföldi leveleket hol tartják? Sehol. Azon nyomban elégetik, ugye? Megesszük. Egészségünkre. Csak van itt egy kis hézak főnök. Ugye engem mindenki ismer, mint focistát? Szerintem épp ez a jó, hogy mindenki ismer, mint focistát. Senki sem gyanakszik rád. Dialektikusan kell nézni a dolgokat. Halványvilla, fogalmam sincs, hogy mi a francot csinálok én ott. Majd kialakul, lőttél te már gólt nehezebb helyzetből is. Bomba gól. Hát, csak egyetlen hézag van, hogy ezek úgy fognak viselkedni, mint a kezes bárányok. Mintha nem is politizálnának. Mintha ez a Balla nem is megrögzött bűnöző volna, de te ne felejtsd el, hogy már kétszer ült még hozzá állam ellenes bűncselekményért. Még 3 hónapja sincs itt, aztán már is rátámadt a karhatalomra, pedig direkt a Csete Janit küldtem ki hozzá. Aki olyan udvarias, mint egy főpincér, még a takarítónőnek is kezi csókolomot köszön. Látod, mi van oda felírva? Az éberség nem bizalmatlanság. Ez a lényeg. A legfontosabb a konspiráció. Te mindent láss, mindent hallj, de ők ne sejtsenek semmit. Mint a katona az őrségen. Állítsa meg a saját anyját is. Na, ha én például oda megyek hozzád, azt mondom, szervusz Béla. Régen láttalak a kapitánságon. Mit válaszolsz? Pardon, uram! Ön összetéveszt engem valakivel. Zseniális, kolosszális! Csak elnerölgje magam tőle. Csak úgy, mint a moziban. Elegancia, nagyvonalúság, őszinteség. A lakásuk már le van pecsételve. A kulcs itt van a zsebemben. Az elegancia már megvan. A tiéd lesz, megígérem. Minél hamarabb találod meg a szálakat, annál hamarabb kapod meg a kulcsot. Ez az anyagi érdekeltség elve. Azért kapkodni nem kell. A szálak egészen biztosan messzire vezetnek. Túl nagy a pofája, ezt magától nem merné. Valaki áll mögötte, valami nagy kutya. Talán külföld. New York? Moszkva? Ezt én nem tudom, ezt majd te mondod meg. És ne feledd, van ott a közelben egy katonai repülőtér. Szerintem ennek a kulcsa ott van. Te találd meg azt, és én neked adom ezt. Akkor a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, he? Ki itt a kecske főnök? Te, Dongo! Tán csak nincs valami baj a bíróval. Az beszélik, meghalt szegény. Ki beszél itt a bíróról? Én Csete hadnagyról beszélek, a cég becsületéről. Szegény Jani a végét járja. Ezt azért nem kellett volna. Mit? Azt a bírót. A te legszebb gólodat nem adta meg. Hát ezt a harmadik gólt nem is lehetett megadni. Mindenki látta, hogy belőttem a kapust. Jaj, ez rosszul esik nekem, Dongo. Mert azt a gólt mi rúgtuk. Az embernek van egy szíve, amelyik dobog, és én sohasem csináltam titkot abból, hogy az én szívem értetek dobog. Túl nagy szíve van, főnök. Igen, ezt az egyet utálom magamban. Hát arról én végképp nem tehetek, hogy ilyen puha fejjel megy valaki bírónak. Miért nem ment el amőbának?
Jaj, úgy áll rajtad ez a ruha, mint a rádöntötték volna. Jaj, de ütődött vagyok, a legfontosabbat majdnem elfelejtettem. Eltűnt a klozet. Milyen klozet? Hát az öltözőből. Széles körű nyomozást indítottam. De az a gyanúm, hogy a balla keze van ebben is. Házkutatást tartottuk a lakásán, de semmit sem találtunk. Valószínűleg kivitt az apjához, és ott rejtette el. Az én szimatom nem csal. Ha találsz valamit, azonnal jelest. Értettem, főnök. Na, lányok, ha bejönne valaki hozzátok ebben a ruhában, mit gondolnátok, kicsoda ő? Hát a Dongó. Ez? Maradj nyugton. Valamelyik átlépte a hanghatárt. Rég messze jár, nem kell törődni vele. Mire a durranás hangja idején, a gép támára a Dunántúlon van. Hát ezek bombáznak is. A végén még minket is felrubbantanak. Ha nem robban az. Csak célba dobálnak. Megszoktuk már, hogy pontosabban jönnek-mennek, mint a mi vonatjaink. Biztos meg lehet szokni, de én a vasútnál jobban érzem magam. Ezek amolyan békebombák. Bomba mégiscsak bomba, nem sinelje. Hát sin az nincsen. Ilyen nagy körök vannak. Abba cél. És ha nincs nagy szél, bele is talál. És a szél van? Akkor a nyulak éhen marad. És a pilóták mit szólnak? Mi ez? Hát, hogy maguk itt szarakodnak. Mondom, hogy megszoktuk egymást. Ők is végzik a dolgokat, mi is. Nekik mindegy, nagy-e a fű vagy kicsi. De a nyulaimnak nem mindegy. Jó napot. Balla Bálint felesége vagyok. Örvendek, Rigó Dezső. Parancsoljon, miben állhatok a rendelkezésére? Hűsítő, kávé? Letartóztatták a férjemet. Valami szíverősítőt hozzon az elvtársnőnek. Tessék. Hallgatom. Beszélni szeretnék vele. Aha. És ki tartóztatta le a férjét? Egy tiszt és két civil. És miért? Nem tudom. Ma már nem olyan időket érünk, elvtársnő. Ok nélkül nem lehet valakit letartóztatni. Írt egy cikket a vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban, de végül is nem jelent meg. És mi volt abban a cikkben? Nem olvastam. Csak annyit említett, hogy megírta az igazat. Itt valamilyen félreértés lehet. Ha az ön férje megírt az igazat, ráadásul a cikk meg sem jelent, miért kéne letartóztatni? Azt tudom, hogy a vasárnapi mérkőzés után a szurkolók összeverekedtek, néhány huligánt őrizetbe vettünk. Talán a nagy zűrzavarban a maga férje is közéjük keveredett. Dehogy. Tegnap este vitték el otthonról. Nem értem, hogy mi történhetett. Mégis mire gyanakszik? Állítólag a futballbírónak valaki betörte a fejét. Ki? Nem tudom. Csak volt ott egy klozett. Egy klozett? Igen. És hol van ez a klozett? Nem tudom. Kár. Ahhoz, hogy segítsek, többet kéne tudnom. Sokkal többet. Na, egészséget. Mert ugye maga beletesz az én kalapomba egy nem létező újságcikket, aztán beletesz egy nem létező klozetot, és azt szeretné, hogy elővarázsoljam a férjét. Ekkora bűvészt nincsen. Kérem, én a férjemnek társa vagyok. Úgy értem, nem csak az ágyban, hanem társa a földön is, mindenben. És hogy valóban az lehessek, tudnom kell, mi történik vele. Ez derék dolog, elvtársnő. Amióta itt vagyok, úgy érzem, maga nem mond igazat. Miből gondolja? Látom, ahogy ott ül.
Miért? Hát hogy üljek? Nem vágja magam aktákba? Maga előtt, meg a férje előtt? Azért ott még nem tartunk. Nem akartam megbántani. De mi annyi mindent megéltünk már a férjemmel, mint más 100 év alatt. És mióta csak ismerjük egymást, mindig is számoltunk azzal, hogy... Talán már nincs sok időnk. Ne értsen félre. Erőnk az van. Elviseljük, amit kell. Csak ne csapjanak be minket, mert a hazugsággal szemben olyan védtelenek vagyunk, mint a szükségét végző vadállat. Ezért kérem, ne kíméljen engem. Mondja meg nyíltan, mi a baj a férjemmel. Miért vitték el? Ne féljen, nem veszítem el a fejem. Maga úgy beszél, mint egy költő, pedig itt egészen másról van szó. Politikáról? Nem. Egy közönséges bűntényről. A maga férjét hatóság elleni erőszak miatt vettük őrizetbe. Rátámadt egy szolgálatban lévő rendőrtisztre, és azt életveszélyesen megsebesítette. Ha ez a szerencsétlen nagy elpatkol, 349-es paragrafus lép életbe, ami sajnos egyértelmű, vagyis halál. Ha időközben kiderülne, hogy nem előre megfontolt szándékról van szó, akkor is a 351-es szerint 10-15 év jár neki. Elnézést, maga kívánta, hogy őszinte legyek. Ha tanácsolhatok valamit, ilyenkor a legfontosabb fölmérni, hogy kik segíthetnek. Biztosan vannak ismerősök, akikre számíthatnak, barátok. Igen. Kik azok? Tanár. Költő. Följebb. Följebb. Történész. Filozófus. Igen, igen. De ki van, aki magasabban van? Aki tehet is valamit. Nagyon lentről jöttünk. Mi valamikor népi kollégisták voltunk. Fönt senki? Senki. Hát, ha megengedi, én felajánlanám a segítségemet. Ami tőlem telik, természetesen megteszem, mert mi, mármint a férje meg én, valamikor iskolatársak voltunk. Még fociztunk is, rongylabdával. A tenyerünkbe köptünk, úgy választottunk csapatot. Tánciskolába is együtt jártak? Úgy van. A templom mögé, a véntalpashoz. Látja, milyen kicsi a világ? Látom. Márton bátyám. Mi volt a legszomorúbb dolog az életében? Ugye jöttek, mentek az évek, de különösebb szomorúságra nincs ok. Mégis. Hát, például odahaza Erdélybe volt egy lovunk. Büszkébb volt, mint egy herceg. Egyszer egy kandisznó úgy ráhörkentett, hogy a ló megijedt tőle, és neki rohant fejjel a kapufélfának. Holtan rogyott össze. Az volt benne a legborzasztóbb, hogy egy ló egy disznótól. Ennél szomorúbbat még elképzelni se lehet. Még rágondolni is rossz. Szép megye van, Márton bátyám. Igyunk az egészségére. Ki ez az ember? Állítólag a vasúttól jött. Nem tudom, mit akar. Jön a gyors. Rakjunk rendet, vége a Dáridónak.
Balla, velem jön. Térjünk a tárgyra. Vedd le te is az akódat, mert itt kurva meleg van. Elvették a cigarettámat. Parancsolj, gyűjtsen rá. Őszinte leszek, nagyon, de nagyon fáj, amit tettél. Fáj, mert bíztam benned. A sörkertben úgy éreztem, megértettél, a mi kutyán kölyke vagy. Amikor meghallottam, mit írtál, mintha hideg kés állt volna a hátamba. Se köpni, se nyelni. Azt se tudtam, sírjak-e vagy röhögjek. Hová tetted a józan eszedet? Ha jól értem, nem tetszett neked, amit írtam. Ha ezt, mint újságolvasó mondod, érdekel a véleményed, de ha hivatalosan azt kell mondanom, semmi között hozzá. Törődj a focival meg a közbiztonsággal. Az írás pedig bízd az írástudókra. Azok az idők elmúltak, amikor gondolatokra pisztollyal lehetett vadászni. Egyébként, ha szabad érdeklődne, miért vagyok itt? Mit gondolsz? Nem tudom, látni akarom a letartóztatási parancsomat, ez állampolgári jogom. Ravaszkópé vagy te, tudod, mit höldöglik a légy? Csak ugyan nem tudom. A cikkem tegnap reggel jelent meg. Ti viszont tegnap előtt tartóztattatok le. Csak nem gondolod, hogy az a sok zagyvaság, amit össze-vissza firkáltál, megjelent? Ki hatalmazott fel? A lelkiismeretem, a megye nyugalmáért én felelek. Tudni akarom, hová vitted a klozetot. Miféle klozetot? Amelyik a pályán volt. Amelyikbe a bíró fejét beleverted? Túl nagy a pofád, nem gondolod? A saját fejét csak nem verdeste a klozetba. Tömegverekedés volt, mert nem úgy fújta a sípját, hogy kellett volna. Mindenki ütött mindenkit, még engem is hátba vágtak. A botrány a levegőben volt. 6000 ember a tanúm. Akkor miért a klozetot keresed? Miért nem a levegőt? Szeretnélek figyelmeztetni, hogy mi nem magánemberként csevegünk itt. Úgy hozták a körülmények, hogy én itt a proletárhatalmat képviselem. Mit szólsz hozzá én is? Csak te a pisztolyoddal hadonászol, én pedig klozetokat gyűjtök. És épp egy ilyen klozet hiányzott a gyűjteményemből. Megnyugtatlak, jó helyen van, és ha szükség lesz rá, előkerül. Utoljára kérdezlek, milyen jogon tartóztattál le? Egyenlőre itt én kérdezek. Egyenlőre. Valóban. Szerencsére a történelem logikája erősebb, mint a te önbizalmad. Én ökör! Evel a ménkű nagy szívemmel úgy képzeltem, hogy ha baráti jobbot nyújtok felé, csak nem köpsz bele. És tessék! A lelkemet kiteszem, és még te fenyegetőzöl? Én nem fenyegetlek, csak mondom. Agyonvertél egy embert. Tekintettel arra, hogy nem én löktem le csete hadnagyot az emeletről, engedd meg, hogy felolvassam neked a BAÜ 349-es és 351-es paragrafusát. Aki embert előre megfotolt szándékkal megöl, a gyilkosság büntettét követi el, és halállal büntetendő. Aki embert szándékosan megöl, ha a szándékát nem előre fontolta meg, a szándékos emberölés büntettét követi el, és 10 évtől 15 évig terjedhető börtönnel büntetendő. Így szól tehát az írás fehéren, feketén. Azért olvastam fel mind a kettőt, mert ez a mérkőzés is kétesélyes. Akár a dán király finál, lenni vagy nem lenni. Csak hogy itt nem te döntöd el a kérdést, hanem az a körülmény, hogy csete hadnagy életben marad-e vagy sem. Itt vannak a röntgenfelvételek. 3 bordája, gerince, eltörött, mintha átment volna rajta egy tank. Még él, de ha valaki egy ilyen 20 filléresnél nagyobb összeget tenne az életére, az már hazárdírozásnak számítana. Nem akarlak ijeszgetni, de a hivatalos közeg elleni erőszakot a világ valamennyi államában komolyan büntetik. Legfőjebb Ausztráliában, ahol nincs halálbüntetés. Meg lehet úszni nyek nélkül. Na de Ausztrália elég messze van, ugyebár? Tegnap itt volt a feleséged. Ott ült abban a fotelban. Szegény, mikor meghallotta, mi várható, elájult. Alig tudtam észre téríteni. Látod, milyen furcsa az élet? Te megrágalmazol, és még én gondoskodjak a családodról. A lakásodat kénytelenek voltunk lepecsételni. Itt a kulcs. Még nem tudom, hogy ki lesz az új lakó, de lesz.
Már van rá három jelentkező. E szerint vizsgálat indul ellenem? Úgy van, az érvényben lévő törvények teljes tiszteletben tartásával. És te vezeted? Igen, elvállaltam, persze nem egyedül. Valószínűleg felkérek majd egy törvényszéki orvos szakértőt is. Mert őszintén szólva azt is meg kell állapítani, hogy épp elmélyű vagy egyáltalán. Mert bizonyos kijelentéseid, ugyebár... Ja. A lavórért jöttem. Aha. De meleg víz az már nincsen. Fejet mosnék, mert megáztam. Kéne melegíteni, ha megengedni. Hol ázott meg? Az udvaron üldögéltem, és esik az eső. De hát miért pont esőben üldögél? Próbáltam lehűteni magam. Melege volt? Így is lehet mondani. Hát még hogy? Nehezen viselem, amikor maga fürdik. Dolgozik a vérem. Nem tehetek róla, az apám is ilyen volt, 10 gyereket csinált. Tán csak nem leskelődött. Úgy, nehogy. Csak egy kicsit oda néztem. Így vagyok a heggesztéssel is. Tudom, hogy nem szabad oda nézni, mégis mindig oda rándul a szemem. Nem sok látnivaló van rajta. Sehogy nem. Napok óta nem tudok aludni. Az a tudat, hogy itt közvetlen a közelembe fekszik egy mesztelen nő. Mi férfiak nehezen viseljük az ilyesmit. Nem szoktam mesztelenül aludni. Az már részletkérdés, a hálóing alatt minden nő mesztelen. Meg az is idegesített, hogy a gyerek a pokrócot az ajtóra szögezte. Szerintem a kölykök ne szóljanak a felnőttek dolgában, nem igaz? Kérem, menjen ki, hagyjon engem békén. Most mi baja van velem? Bántottam én magát? Odakint, amíg üldögéltem a favágítón, az esőben. Folyton azon járt az eszem, hogy tudnék szerezni egy kis sertésmájat, ha megcsinálna. Igen, tudnék szerezni egy-két kilót. Van ott egy haver, akarom mondani, a főnököm haverja. Hol? Hát a Sernevánál. Adszan esze alapon kisegítik egymást. Mi köze van a Sernevának a vasúthoz? Vasúthoz? Hát a maga főnöke hol dolgozik? A Vágóhídon? Dehogy is. A Sernevánál? Nem. Akkor hol? Az én főnököm egész máshol dolgozik, hol. Hát ott, ahol én. A vasútnál? Úgy van, a vasútnál, igen. Na. Nagy ember, de jó haver. Néha túlságosan is nagy a szíve. És hogy hívják ezt a nagyszívű főnököt? Nem ismeri a saját főnökét? Dehogy is. Rigó Dezső. Persze. Csak én. Hívtelen, ugye? Hamar akartam mondani, és kiszakadt a fej. Igen. Persze, így van. És milyen rangban van ez a Rigó? Nagyon magas rangban van.
Sofőrje is van. A vasútnál ez elég ritka, igaz? Azt a kurva vasutat folyton belekeveri a beszélgetésünkbe. Én center vagyok, vagy voltam. Vasút. Én úgy tudom, hogy magát a vasút küldte, és maga kezdett beszélni a főnökéről. Na jó, én megbocsátok, de maradjunk a lényegnél. A lényeg az, hogy tudok sertésmájat szerezni, megcsinálja, vagy nem. Az attól függ, hogy szereti. Hát, hagymával, meg pokhagymával. Értem. Holnap megcsinálja? Nem. Holnap én elutazom. De holnap után. Akkor már itthon leszek. Azt hiszem, felforrt a vize, jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Balla Bálintot nem fenyegettem meg, és nem bántalmaztam. Ennek ellenére ő bizalmatlanul fogadott bennünket, és szódás üveget vett a kezébe. Így módon előre megfontolt szándékkal támadt ránk, és letaszított az emeletről. Dátum. Aláírás. Ez talán túlzás, főnök. Ő is lezuhant velem az udvarra. Ha előre megfontolja, talán óvatosabb. Ez részletkérdés. Az a lényeg, hogy bizalmatlan volt. Ha? Itt írd alá. Na, megyünk. Tessék. Aztán jól bánjanak majd vele. Ne féljen, édesanyja. Elő, Izon főnök! Téged mi szél hozott ide? Mike-éne. Találtál valamit? Hát, úgy látom, nyomom vagyok. Vigyázzat, uraim! Főnök úr, egy pillanatra. Tudna nekünk szervezni néhány stampedli szíverősítőt? Szakikám, ez kórház, nem kocsma. Ügyes fiú maga. Biztos van itt valahol dugeszba. Itt van magának egy ropogós dóza. Magának röntgen szeme van, én látom. Na, megvan a klozet? Az nincs, pedig kerestem a pincében, olban, padláson. Talán elásták. Nem turhatom fel az egész udvart. Ott keres csak, ahol puha a föld. Jó, jó, és ha megkérdik, miért turom fel az udvart, mit mondjak? A mi szakmánkban nincs recept, mindig a legmegfelelőbbet kell mondani. Nehézkeny érez, főnök, ők se hülyék. Egy lakásért meg kell dolgozni, öregem. Na hát azért van itt egy-két adó a szatyorban. Fogja meg, főnök. Ez egy fényképalbum. A kredencben találtam. Aztán. Tudja, mi ez? Csibeitató. Baszd meg! De ha megfordítom, akkor viszont dugattyú repülőbe való. Valami külföldül is van ráírva. Na, meg lesz a máj? És az asszony? Amilyen szép, olyan ravasz. Faggatózott. Tehát én túljártam az eszén, azt mondtam, center vagyok, vagy voltam. Helyes. És mit mondott az asszony? Ki áll a férje mögött? Nevét nem mondta, de nyilván ma reggel csak ahhoz utazhatott fel Pestre. És te mit keresel itt? Én a máért jöttem. Hát miért nem mentél vele? Hát nem tukmálhatom rá magam, ő pedig nem hívott. Isten az égben! Hülyébb vagy, mint a sok évi átlag. Könnyű a más farkával verni a csilántot, de ez nem akármilyen asszony. Nagyon okos. Akár a nemes vad, ha szagot kap, elriad. Hát én tudok bánni vele. No, no, Dongó, szolgálatban vagy. Szolgálatban az biztos, de azért legalább 10 évet adnék az életemből, ha ez úgy. Hát bögyösnek bögyös. Jól jönne neked, ha Jani kinyifanna, mi? Nekem? Ha Csete Jani kinyifan, Ballának is vége, és akkor már Pálóiban vagy. Talán inkább maga, főnök. Én? A Jani vallomás itt van a zsebemben. Belőlem akár ez a Balla életben is maradhat. Mert én azt szoktam mondani,
hogy az énekes madarak szempontjából még a pondrókra is szükség van. Uraim, a kocsi előállt. Kínálja meg először a hölgyeket. Parancsoljanak, hölgyeim. Köszönöm, nem élek vele. Köszönöm, nem. Akkor a máj oké, főnök? Jó. És a repülőtér? Az bízza rám, holnaptól ma okosabb leszek. Rád is fél. Kísérőt mi nem hozott? Ott a csap a klozetban. Csapból nem iszunk, elvtársak, mert belefolyik az orrunkba. Látja, Márton bátyám, nekem is van zászlónk, nem csak magának. Szép munka. Így is. Ez igen? Csak azért hoztam, hogy lássák, nem akárki vagyok. A főnök adta. De finom. Meg se kóstoltam. Szegény anyám is mindig ezt mondta. Minden asszony ezt mondja. Márton bátyám, nem láttak errefelé egy klozetot? Hát eddig hova piszkoltál, ha csak most kérdezed? Ludmilik a pályáról eltűnt egy angol vécé, és azt mondták, hogy idehozták. Nem látták véletlenül? Mit keres itt egy angol vécé a világ végén? Ahhoz vízvezetékkel, megkergültél te dongó a nagy melegben. Nem akármilyen ember ez a Rigó. Zászlót is ad. Májat is szerez. No, nem mindenkinek. Valamelyik nap nekünk is küldött. Mit? Májat. Mikor is, Ferkó? Hétfőn. Maguk ismerik Rigót? Persze. A férjemnek iskolatársa volt. Kedden voltam is nála. Beszélgettünk. Rólam nem beszélt? Dehogy nem. Mit mondott? Azt mondta, amíg Bálint nem kerül haza, ide küldi magát. Ezt nem értem. Hát, hogy legyen férfi a háznál. Logikus, nem? Logikusnak logikus, csak mégse értem. Mit nem ért ezen? Mit? Hát én itt hülyére konspirálom magam. Ő meg kidumál mindent. Értem, mondta mindjárt az elején, hogy így fest a dolog. Én? Hát nem maga jött azzal, hogy magát a vasút küldte ide? Már megint ezt a kurva vasutat keveri a dologba. A vasutat nem engedem bántani. Még az atya úristennek se. Nem ugrat maga engem. Csak ugyan ismerősük a főnök. Mondd csak meg neki, lányom, mekkora a rokonság. Úgy külföldön, mint belföldön. Sok nagy kutya van rám köztük. Külföld ahol? Elsősorban az Etalakán, ha ez neked külföld. És még Chicagóban, ahol van az a két kukoricacsőház. Az egyik unokatestvérem abban dolgozik. Nem lehet akárki. Máshogy nincsenek rokonok? Tasmániában, Busmániában. És ezek a rokonok mit csinálnak? Gyűjtögetnek, vadászgatnak, mint a féle benszülöttek. Maguk ugratnak engem? Nem. Még levelezni is szoktunk velük. Csak a leveleket ledaráljuk, és belefőzzük a resztelt májba. Maga gúnyolódik velem. Ne politizáljon. Egyen. Ezt inkább a férjének mondta volna. Mi baja a férjemmel? Semmi. Csak az a véleményem, hogy a kutya is a jó dolgában vész meg. Ilyen asszony mellett, mint maga, minek politizál? Szerintem csak azok a férfiak kedvelik a hosszú értekezletet, akik késő akarnak hazaérni. Mikor már az asszony bevette az altatót és beverte a szunyát. Mellettem még nem aludt el nős ámfa nélkül. Megkérdezhet bárkit, akivel nekem dolgom volt. Nem fog panaszt hallani. Úgy is van. Ígyunk az asszonyokra. Ígyunk, Márton bátyám. Az én feleségem is olyan volt. 6 fiút szült, de jajszót egyet se hallottam tőle. Hát azt mondta, 3 fia van. Annyi maradt. 2 megfagyott a Donnál, egyet pedig száraz ajtán fejszével hókon vágtak,
mert be akart avatkozni, mikor volt az a nyakazás. Ennek a felkó gyereknek az apja meg folyton a börtönt járja. Hunki, humbe. De inkább be, mint ki. Az én asszonyomat meglelőtte az a német. Oda van eltemetve az udvar végébe. Így elég nehéz rendet tartani a családba. Pedig az olyan asszony volt, hogy kitérdelt az udvarra, és leimádkozott az égben egy repülőgépet, ott zuhant le a nagypánál. Az emberek a környékről odarohantak, ásukkal, fejszékkel, kapákkal, és szétverték, hogy írmagja se maradjon. Én is hazahoztam a roncsokból egy-két darabot, üstfedőnek, csibeitatónak. A gumikerékből pedig megtalpaltam a bakancsomat. Nézd meg! Igazi repülőgumi. A feleségét miért lőtték le, öreg? 44 nyarán, mikor vitték a népeket Sziléziába, félreállt itt egy tehervonat. Az emberek, akik bent voltak a tehervagonokban, vízért rimánkodtak. Az én asszonyom szaladtak Annával, és jött a gyors, és én tisztelegtem a zászlóval. Hogy őszinte legyek, a lövés nem is hallottam. Csak mikor már a vonatok elmentek, akkor láttam, mi történt. Nézd csak, Dongo fiam. Itt ment be a golyó. Itt jött ki. És ahogy itt tartotta, átforrodott a szívén. Ezt már én cíneltem be. Olyan is. Mama, ha még egyszer leselkedik rád ez a... megölöm. Megőrültél? Nem. Tanácselnök elvtárs, jelentem a halálra ítéltet az ítélet végrehajtására, előállítottam. Köszönöm. Kece Antal, az elnöki tanács az ön kegyelmi kérvényét elutasította. Az ítéletet hajtsák végre. Értettem. Jobb lehet! Felkészülni! Cél az elítélt! Reggelt. Sápatnak látszol. Valami baj van? Baj. Jól aludtál? Nem mondhatom. Volt egy cellatársam, egész éjjel horkolt. Horkolt? Igen. Na, ennek utána nézek. Jó idegei voltak. Kár érte. Hiába, a törvény az törvény. Érdekes, hogy éppen velem raktátok egy cellába. Ez amolyan lélektani hadviselés? Figyelmeztetni akartalak a realitásokra. Rögtön kitaláltam. Nekem igazamban neked csak hatalmad. Természetes, hogy a hátrányodat minden módon megpróbálod csökkenteni. Ez a kivégzés elég silány ötlet volt, ráadásul vaktörténnyel. Még a vérről is megfeledkeztetek. Én a helyedben nem humorizálnék. Csetehat nagy mára virradóra elvesztette az eszméletét. Már verdesik is a cintányért a fejemhez, hogy a munkatársaim épségért én vagyok a felelős. Csak K-vonalakon nincsen visszaduma. Nyomják az Óhéber nokedlit, csak győzzed nyelni. Ráadásul most még tökéletesen igazuk is van. Benne vagyunk a slamasztikában. A falnak is füle van. Ez az utolsó pillanat, amikor még megkísérelhetjük a kilábolást. Ez persze legalább két ember kell. Mire gondolsz? Három lépés javaslok. Egy, holnap temetik a bírót. Az lenne az ideális, ha te búcsúztatnád. Persze a megfelelő módon. Kettő, eljön az ideje. Csete Janit én búcsúztatnám. Vagyis,
Te tisztára mosnál engem, én pedig tisztára mosnálak téged. Három. Ezután szépen nyugodtan együttműködnénk. Mégpedig a demokratikus centralizmus szellemébe. Mert ez a jövő zenéje. Én képviselném a centralizmust, te a demokratizmust. És az egész megyét kézben tarthatnánk. És végre igazi rendet csinálnánk. Na, itt a kezem, csap bele, nem disznóláb. Vidd innen a kezed, mert a végén valóban beleköpök. Na jó. Beszélhetünk másképp is. Van itt három dosszié, mert itt már nem babra megy a játék. Az elsőben valami esztelen igazság. A mérkőzés után az egyik játékos felhevült állapotban összeakaszkodott a bíróval egy meg nem ítélt gól miatt. Belökte a klozetba, a bíró olyan szerencsétlenül esett, hogy beverte a koponyáját. Én odarohantam, lerácigáltam róla dongót, és megparancsoltam neki, hogy vigye a mentőhöz. Ekkor jöttél te. Mit láttál? A véres klozetot, és hogy mosom a kezem. Aztán elvitted a klozetot. Mit bizonyít ez? Csak a bíró vére van rajta, az enyém nincs. Gondolkodj egy kicsit. Hát én profi vagyok. Nem állok le, holmi jött, ment el minden klozetben pofoszkodni. Bajom van vele, behivatom ide az alaksorba. Na vár most. A második dossziéban találhatsz 30 valány aláírást. Ezek főként jampecok, huligánok, de vannak köztük nacionalista elemek is. Valamennyien elismerték, hogy benne voltak a balhéban. Kapnak fél év nevelő munkát a Sernevalnál. A nacionalizmus elleni harcot amúgy is fokozni kell. És ezzel az ügy a lovagiasság szabályai szerint elsimul. Az én vétkem csupán annyi, hogy megpróbáltam ezt a szerencsétlen dongot kimosni. Egyszerűen azért, mert élek halok a fociért. A harmadik dossziéban van a te cikked. Az igazsághoz semmi köze. Közönsége szarkeverés. Olyan értelmiségi idegömleg. Az igazi nagykutyákat nem mered megugatni, ezért keresel egy magamfajta kisivatalnokot, és rám vicsorítasz. A cikked miatt nyugodtan haza is engedhetnélek. De nem akarom, hogy azt mondják, kivételezek veled. Képzeld el, Csete ad nagy haldoklik, te pedig szabadon sétálgatsz a korzó. Mit szólnának az emberek? Azt kívánod tehát, hogy kérjek tőled bocsánatot, és búcsúztassam el a bírót. Így illenék, de a bocsánatkéréshez nem ragaszkodom. Hát jól van. Próbáljuk meg. Nehéz lesz. A szöveget azt én majd leírom neked. Elbíbelődök vele, nem vagyok költő, de a dörgést ismerem, tudom, hogy mit ödöglik a légy. Elég, ha te csak felolvasod. Na! Miért hallgatsz? A szabadságnak mindenütt a világon nagy ára van. Tiédnek is, az enyémnek is. És ha jól megnézzük, te most elég olcsón elnyerheted, vagy elveszítheted. Ez igaz. Meglátod, addig se tart az egész, mint egy fokhúzás. Aztán szabad leszel, akár a madár. Pedig higgy el, Réka, amit egy férfi megtehet a feleségért, azt én megpróbáltam. Megfogadtam, hogy ha beledöglök is, boldoggá teszem. Eleinte ő volt alul, én meg fölül. A klasszikus ismeri. Aztán fordítva. Akkor oldalról. Aztán hátulról. Meg fél hátulról. Így. Én így, ő így. Aztán az asztalra ültettem. A végén még négy kézláb is megpróbáltuk. Olyan érzéketlen maradt, mint a favágító. Gondolja csak el, milyen sorom volt mellette. Miből gondolja? Hogy ez engem érdekel? Csak azért mondom, hogy lássa, kivel van dolga. Ne erőlködjön. Láttam én azt régen. Én is úgy érzem, hogy megismertem magát. Tudom én, milyen nehéz helyzetben van. Férje testvérek közt is kap legalább egy tízest. Ez biztos helyről tudom. De az is lehet, hogy átküldik szegényt a más világra. Ne értsen félre, de összetolhatnánk az ágyat. A magáit meg az enyémet. Maga még fiatal.
De a nők elfonyodnak, ha nem használják őket. Én mindig olyan asszonyra vágytam, akire fölnézhetek. Szerintem maga ilyen. Látja, én nem teketúriázok, ami a szívemen a számom. Ezt nem lehet félreérteni. Agyonverik a bírót. Elviszik a férjemet. Mert megírta az igazat. És ezek után az ágyamba is befeküdnének. Bocsánatot kérek, de én egy újjal se nyúltam a bíróhoz. Én csak a mentőkhöz vittem, így! Hát akkor ki, ha nem maga? A főnök dulakodott vele. Mire én odaértem, már dőlt a fejéből a vér. Ezt őszintén mondom. Becsület szavamra. Ne merjen hozzám nyúlni! Takarodj a vackodra! Különben ketté hasítalak. Ne haragudjon rám. Baj van az idegeimmel. Maga őszinte volt hozzám, én is az leszek. Én tudom, hogy Rigó verte agyon a bírót. A férjem is tudta. Rigó ezért akarja eltenni láb alól. Figyelmeztetem, hogy maga épp úgy veszélyben van, mint a férjem. Minden gyilkos megpróbálja elnémítani a tanúkat. Ne beszélje nekem gyilkosságról. Felfort a főnök agyvize is kész. Csak arról van szó, hogy a bíró feje puhább volt a sok évi átlagnál. Ha Rigó lelkiismerete tiszta volna, nem vitette volna el a férjemet. A maga férje kinyírta Csete Janit. Ezért vitték el. Nem. A férjemet letartóztatták, és csak azután támadt rá Csete hadnagyra. Ez nagy különbség. Csete Janinak az már mindegy, meg a bíróságnak is. Legfeljebb kötél helyett golyó. Ha a bíróságon, netán, tárgyalásra kerülne sor, hajlandó volna elmondani, kiverte a bíró fejét a klozetba. Ha megtenné, nem volnék hálátlan, akárhogy is. A gyerekemnek apára van szüksége. Ezt hogy érti? Ha valóban megkívánt. És megteszi nekem, amit kértem. Lefekszem magának, ahol és amikor akarja. Ezt azért kapta, mert állatnak nézett. A bíróságon azt mondom majd, amit láttam, de nem maga miatt, meg a kölyöke miatt. Hanem mert az öreget megkedveltem. Az volna a dolgom, hogy szülővárosod nevében elbúcsúzzak tőled. Távozó embertársunk. Méltatnom kellene érdemeidet, bizonygatnom, hogy nem haltál meg hiába az ügy, amelyért éltél, győzni fog, emlékedet megőrizzük. Beszélnem kéne az imperializmus, a nacionalizmus, a huliganizmus veszélyeiről, de az eféle szavak nem illenek ide. Én belenéztem a koponyádba. Láttam a klozetot is, amiben beleverdesték a fejed. A szavak elvesztették immár a jelentőségüket. A gyalázat, ami veled történt, velünk is történt. Mostantól más lesz a tekintetünk. Nehéz lenne eldönteni, kinek a sorsa szerencsésebb. A távozóé vagy az életben maradóké.
Meg kellett volna óvnunk az életedet, de ezt a közös kötelességünket elmulasztottuk. Az egyetlen, amiben még belekapaszkodhatunk, hogy látunk. Még látjuk, ki az áldozat, ki a tettes, ki a tanú. Ítélkeznünk kell. Késedelem nélkül, különben elborít bennünket a félelem, a gyanakvás, a közöny. És megvakulunk. És megvakul velünk a történelmünk is. Ha maradt még emberi szándék a tettesben, jó lenne, ha itt mindenki szín előtt legalább elköszönne áldozatától. Szertás hazatérés alkalmából a következő napirendi pontokat javaslom. 1. A bajnokság rövid értékeléshez megvolt. 2. Vacsora. 3. Pohárköszöntők. 4. Tánc éjfélig. És most jön a legfontosabb. 5. Közben a jutalmak kiosztása. Ellenszavazat? Nincs. Megállapítom, hogy a napirendi pontokat egyhangulag elfogadtuk. Jó étvágy! Köszönöm! Jó étvágy! Jó étvágy! Én tálalok! Tisztelt kurucjátás! Kedves vendégsereg! Ne ordítson, kece! Menj hátra! Kovászos uborka nincs. Meghallgattuk Rigó elvtárs szívből jövő beszámolóját. Elcsitultak a tapsok. Most jött a pohárköszöntő. Engedjék meg, hogy a szurkolók nevében néhány keresetlen szóval eseteljem. Milyen nagy érzés nekünk, egyszerű dolgozóknak, hogy benn maradt a csapat. És még nagyobb érzés, hogy Kuruczertás elvégezte a szemináriumot, és hazatért. Alaposan fölkészültek ezekkel a beszédekkel. Azt a körülmény, hát igyekeztünk, Kuruczertás. Lényeg, minek ez a nagy hűvó? Az asztalnál ülni. Hát ünnepünk, nem igaz? Két asztal volt itt. Az egyiknél ültek a főnökök. Úgy hallom, hogy a bíró fejét beleverték a klozetba. Mi az ez? Ezt a változatot most hallom először. Az egyszerű népgyermekei. Szóval? Rigó elvtárssal... Egyszerűen az történt, hogy a bíró nem akarta megadni a győztes gólt. Erre aztán néhány nacionalista huligán beront a pályára, és a nagy zűrzavarban valaki hókon vágta a bírót. Azt hallottuk... És? Hogy a persze a fiúk percek alatt rendet teremtettek. Szempont... Angadókat bevittük. Őszinteség és az egyszerű tömörség. És a bíró? Hogy is mondjam csak? Leghelyesebb, tegnap eltemettük. És tömören... Szerencsétlen ostoba baleset. Szálavi, ahogy a művelt francia mondja. Hát akkor most mondjam, vagy nem mondjam? Mondja csak egyszer, tömören, sokkal tömörebben. Igen, de nem tetszenek figyelni. Ennyi a franc. Ez engem zavar. Ez is jobb hajtó. Csete, Jani? Az egészen más. Ilyen hétek kineveszek ide egy fél óta a szerkesztőt, aki elkezdett ugrabugrálni. Hát gondoltam, elbeszélgetek vele. Kiküldtem ért a fiúkat, hogy hozzák be. És képzelje föl, ez a balla megtámadta Csete Janit, és lelökte az emeleti folyosóról. Az önkritika éles fegyverével harcolt. És aztán? Hát aztán, ahogy rádöbbent, hogy ilyen formán gyilkosságba keveredett, hát teljesen becsavarodott, úgyhogy be kellett szállítanunk az elmegyógyintézetbe. Méghozzá az zárt osztályra. Mit közbeszélyest? Él még? Ki? Ez a balla. Él, hogy ne. Csak ez ilyen. Józsi! Beszélni akarok evel a szerkesztővel, hozzá ide. Értettem. Megjobb lesz, hogyha én is megyek, mert az úton történhet valami. Hát ez mégiscsak egy elvetemű gyilkos, ugye? Na, ne maradjon, csak Józsi érti a dolgát. Elnézését kérem, Kuruczertás, de nem tartom helyesnek biztonsági szempontból, hogy idehozatja. Ez a balla kiszámíthatatlan és beszámíthatatlan. Ne féltsen engem, Rigó. Nem remeg a kezem. Az első gyanús mozdulatra lelövöm. Nem lacafacázunk. Hát ez más, ugye? Ah!
A kurucevtárs, mit óhajt hallani? Nekem most nincs nótám. Ezek a fiúk az égvilágon mindent tudnak. Nincs jó kedvem. Akkor játszatok valami komolyat, fiúk. Akkor a nagy ágy! Valami komolyabbat nem tudtok? Ez az! Ez már túl komoly. Vadászatra ez nem való. Miért tisztelt kurucevtárs? Megragadom az alkalmat és szívből jövő őszinte szavakkal, de ugyanakkor tömören ecsetelném, hogy mióta kurucevtárs Pestre ment továbbképzésre, megyénk dolgozóinak általános munkakedve állandóan fokozódik. Például nálunk a Sernevárnál az ezévi terv teljesítéséhez hiányzott 20 fő munkaerő. Boldogan jelenthetem, hogy már eddig is 34 fő jelentkezett, teljesen önkéntesen. Jó példája az a megyei biztonsági szervekkel való gyümölcsöző együttműködésnek. Én, mint a Sernevár igazgatója, szeretném megköszönni a belém helyezett bizalmat. Ugyanakkor a verebek nálunk azt csinépelik, hogy kurucevtárs miniszter lesz. Azt is meg kell mondanom őszintén, hogy vállalatunk dolgozói egyhangú lelkesedéssel fogadták ezt a hírt. És valamennyien arra kérik a mi kedves kurucevtársunkat, hogy ne feledkezzen meg rólunk a messzi távolból. Egyetlen meg, hogy vállalatunk dolgozói nevében átgyújtsam ezt az ajándékot. Egy kis sertés már ugyebár. Jó estét! Vacsorázott már? Nem. Akkor üljön le és egyen. Szóval maga megölt egy embert? Nem emlékszem. Elfelejtette? Nem öltem meg senkit. Három tanú egybehangzó vallomása szerint rátámadt Csetehadnagyra és lelökte az emeletről. És ezzel a halálát okozta. Így is lehet mondani, de nem tehetek róla. Bántotta magát? Nem. Haragosa volt? Sose láttam. Akkor miért tette? Hiába mondta, nem úgy se érteni. Gyújtson rá. Értse meg a keze. Hűvös van. Bántották? Nem, dehogy. Legyen nyugodt, ha magyarul beszél, én megértem. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor még négy kézláb jártunk, valamelyik ősünk megpróbált két lábra emelkedni. És ez a mozdulat az idők folyamán szokássá vált. És? Én is megpróbáltam. Ezt én nem értem. Nincs rajta mit megérteni, ez olyan emberi reflex. Megyünk az utcán, valahol hegesztenek, és reflexzerűen belenézünk a fénybe. Ilyenek vagyunk. Nem tehetünk róla. Idalgasson, Balla, próbáljon normálisan válaszolni a főkapitány elvtársnak, még ha nehezére esik is. Rigó, maga hallgasson. Tehát maga megölt egy embert. Én azt kérdeztem, miért tette. Hagyja békén az ősembereket meg a hegesztőket. Arra válaszoljon, amit kérdeztem. Arra válaszoltam. Erről tesse, főnök, nem lehet ezzel zöldágra vergődni. Nem ismered se Isten, se ember, csak megy a saját feje után, mint egy rinocérosz. Úgy hallom, maga írt egy cikket. Igen. És mi van avval a cikkkel? Volt itt egy mérkőzés. A végén Rigó megölt egy embert. Micsoda? Igen. Beleverdested a fejét a klozetba. Elhallgass, mert lelőlek, mint egy kutyát! Lassan a testen, Rigó! Nem tűröm, hogy rágalmazzanak! Megmondtam neked világosan, hogy ez a barom dongo. Ha még egyszer közbeszól, Rigó, bezáratom a pincébe. Engem? Igen. Én is világosan megmondtam magának, hogy csak a focival törődjön, és ne politizáljon.
Folytassa, Balla. Ki e magának ez a bíró? Senki. Még a nevét se tudom. Csak véletlenül arra jártam, és tanúja voltam az esetnek. És ahogy ez már lenni szokott, Rigó megpróbálta eltusolni az ügyet és áthárítani a felelősséget másokra. Megkért, hogy ez a dologhoz én asszisztáljak. Én azonban beintettem. Mi csinált? Beintettem. Úgy is mondhatnám, nem volt kedvem négy kézlábra ereszkedni. És megírtam mindent úgy, ahogy láttam. Erre Rigó kiküldte a fognegeket. Amikor taszigáltak lefelé a lépcsőházban, kiolvadt a biztosítékom. Épp ez a szerencsétlen hadnagy került az utamba, vesztére. Vaskorlát átszakadt, és leestünk mind a ketten az udvarra. Ő meghalt, én itt vagyok. Sajnálom szegény, de nincs bűntudatom. Ha egy tank állt volna előttem, annak is neki szaladtam volna. Mivel abban a szent pillanatban mindenem tiltakozott. Nem csak az eszem meg a szívem, de minden porcikám, a csontjaim, a zsigereim, az utolsó sejtem, még minden. Hol tartottam? A cikk. Ja, igen, a cikk. Hát azzal kapcsolatban súlyosat vétettem. A nyomdában még átjavítottam a korrektúrát, aztán szépen hazaballagtam, mint aki jól végezte dolgát. Azt hittem, már nem lesz semmi baj. De hát eleresztette őket az Isten, akár a legyeket. Pedig ha akkor bennmaradok és a szerkesztői jogom szerint, vagy akár az öklöm jogán, biztosítom, hogy a lap nyilvánosságra kerüljön. Az a szegény hadnagy még ma is élne, és feltehetően nem én ülnék rács mögött. Vagyis nem a tanú, hanem a tettes. Sajnos másként történt. És így nehezebb, bár talán könnyebb is a dolgom. Csak arra kell vigyáznom, hogy ne adjam ajándékba a fejem. Ha nem. Cserébe. Ezt hogy érti? Úgy, ahogy mondtam. Ez a mérkőzés nyíltan, életre halálra megy. És ez megéri magának? A kérdés értelmetlen, ebben a helyzetben az ember nem választ. Egyébként, ha jól meggondoljuk a dolgot, Rigó sokkal többet árthat, mint amennyit én használhatok. Nem vagyok üzletember, de annyi hiába való vállalkozásom volt már. Jó volna végre valahára hasznot is hajtani. Mondja, Balla. Maga valóban megbolondult, vagy engem néz hülyének? Igyekeztem a lehető legpontosabban fogalmazni. Legszívesebben segbe rúgnám magát, mint egy taknyos kölyköt. Ne rögjön, Rigó! Az magára is vonatkozik. Kurutyolnak itt egymásra, mint két varangyos béka a pocsolyába, és le akarják harapni egymás fejét. Arra nem gondolnak, hány fej maradna ebbe az országba, ha ezt a társas játékot szabadjára engednénk. Elfelejtették, hogy legfőbb érték az ember. Mert az igazi mérkőzéshez mindenkire szükség van. Háborúra gondol, vagy forradalom? A békére gondolok, fiam, mert a fiam lehetnél. Éppen elég vér folyt már ebben az országban ahhoz, hogy ez legyen a legfontosabb kérdés. Az a csoda, hogy mi magyarok egyáltalán még vagyunk. Nem lövöldözhetünk vaktában. Vaktában nem. Minden lövés vak, ami emberbe talál. Voltam a háborúban. Lőttek rám oroszok is, németek is, én is lőttem rájuk. Mint sorkatona a Donnál, aztán mint partizán. Pedig azt az orosz parasztot, azt a német melóst, épp úgy az anyja szülte, mint engem. Én mondom neked, rohadtabb dolog kioltani egy életet, mint megdögleni. Nincs más út. Az első lövést kell megakadályozni minden áron. És aki ezt nem hajlandó szép szóval megérteni, vannak eszközeink. Például a vécékagyló. Hogy jön ez ide? Azt kérdezem én is.
Miköze a békéhez a klozettnak? Szerintem az égvilágon semmi. Magánál ez a klozetügy olyan, mint ennél a Hegelnél az abszolút eszme. Ráharapod, de se kiköpni, se lenyelni nem tudja. Pedig ha egy kicsit komolyabban körülnézne a világban, láthatná, hogy az események nem a klozetok körül zajlanak. Az emberiség megkergült, ma már egyetlen év alatt többet költ fegyverekre, mint a második világháború alatt összesen. A legtöbb tehénből tank lesz, nem pörkölt. És miután a lét határozza meg a tudatot, kis pörköltre nem lehet nagy eszméket alapozni. Addig ugrálhatunk, ameddig a fejünket bele nem verjük a plafonba. És bizony a békeharc mostanában elég alacsony menyezetet parancsol a fejünk fölé. Hát jobb, ha nem ugrálunk. Hanem négy kézlábra ereszkedünk. Ne túlozzon, Balla! Nem akármilyen élet ez a miénk. A leghitványabb béke is jobb, mint a háború. Ezeket a szólamokat úgy mondja nekem, mintha én háborút akarnék. Pedig csak azt állítom, hogy ezt a zsugorított életet nem a béke parancsolja ránk. Hanem? Hanem. Mindazok, akik a proletáriátus uralmát összetévesztik a proletáriátus önuralmával, ugye? Ezek szerint olvasta a cikkemet. Igyekszem tájékozódni. Elnézést, Kurucevtárs, de az én türelmemnek is van határa. Ez nyílt támadás ellenünk. Ki ellen? Hát a kommunizmus ellen. Hol van itt kommunizmus? Még nincs, de lesz. Mikor? Hát, amikor mindenhová bevezetjük a villanyt. Ezt honnan tudja? Olvastam az újságban. Írták. Ej, Rigó, de megvert engem magával az Isten. Az utóbbi napokban figyeltettem minden lépését. Maga egyetlen hét alatt agyonvert egy embert. Az egyik szemtanúból őrültet, a másikból besúgót csinált. Ráadásul ide szervezte ezt a kurva zenekart. Elnézést, Kurucevtárs, ehhez a hanghoz nem vagyok hozzászokva! Úgy látom, elfogyott a kovászos uborka. Rigó, figyeljen rám! Holnap reggel hazakíséri Ballát, és bocsánatot kér a családjától az aklatásért. Balla, maga bemegy a hivatalba és hallgat, mint a sír. Akárki akármit kérdez, azt mondja, nem történt semmi. Megértette? Nem. Majd megérti. És ne felejtsék el, az én öklöm keményebb, mint a maguk koponyája. Jó éjszakát! Bevonnában hajjam. Elbújt. Csúszni akkor senki se jött. Főkapitány jelvtárs, ne tessék rám haragudni. Én? A Rigó jelvtárs arcán úgy láttam, valamit rossz hallott a beszédemben. Talán nem voltam elég őszinte. Vagy talán túlságosan is őszinte voltam. Nincs semmi baj, Kecel. Tessék ezt nekem írásba adni! Hogy? Hát építkezni kezdtem, és nem szeretném, hogy a főnök áthelyezzen. Nem értem. Az legyen benne, hogy Kesze Antal hozzászólásában politikai szempontból nem tetszett találni elhajlát. Egy hivatalos pecsét is kéne. Rendben van, Kece, aludjon. Kece, CZ-vel, ha lehetne. Köszönöm. Mi baja van velem, főnök? Csak az, hogy eljárt a pofád. Egész este egy szót se szóltam. Kurut szagot fogott. Vagy tőled hallott valamit, vagy az asszonytól. Tőlem nem, az biztos. És az asszony, kutyálkodtál vele, hm? Nem ez a helyes kifejezés. Férfiak vagyunk, megyünk a farkunk után. Nincs ebbe semmi kivetni való, különben kipusztulna az emberiség. Megkívántam, nem tagadom, de aztán megutáltam, mert hidegséget láttam a szemében. Azt tanácsolom, tartsd a pofát, bármi történjen is. Ketten voltunk. Figyelmeztetlek, öt tanúm van rá, hogy te vitted a mentőhöz.
Ha azt mondom, hogy beleverted a fejét a klozetba, kötelet kapsz, világos? Gondolja meg, mit beszél, főnök, mert tökörúgom. Tegye le azt a fegyvert! Megsértettél, Dongo.